eset, dr. Kőváko László ügyvéd, hallgatóként Borbély József, Sziki Erika, Tóthné Juhász Ilona, a Független Újságíró. Törökné, bocsánat, Törökné Juhász. Mit diktáltam? Tóthné. Csúnyán írok, elnézést. Semmi gond. Törökné Juhász Ilona, a Független Újságírók Szövetségétől, igazolvány száma 642. Bíró a folytatólagos tárgyalást 11:20-kor megkezdi. Vessző megállapítja, vessző, hogy az idézettek szabályszerű idézésre megjelentek, pont. Majd megjelentésre tájékoztatja a feleket, hogy az elhangzottakat hangfelvétellel rögzíti, vesző, a leírt jegyzőkönyv a polgári irodában 8 munkanapon belül megtekinthető, vesző, arról másolat kérhető, pont. Majd megkezdésbe bíró rögzíti, vesző, hogy a sajtó képviselőjeként jelenlévő Törökné Juhász Ilona kép- és hangfelvétel készítési szándékát jelzi a tárgyaláson. Pont megkezdésbe. Elsőrendű felperes kettős pont a kép- és hangfelvétel készítéséhez hozzájáruló. Pont megkezdésbe. Elsőrendű alperesi képviselő kettős pont kép- és hangfelvétel készítéséhez nem járulok hozzá. Pont megkezdésbe. Másodrendű alperesi képviselő kettős pont kép- és hangfelvétel készítéséhez nem járulok hozzá. Pont. Majd bekezdésbe. Kérem továbbá azt vesző, hogy a nyilvánosság kizárását rendelje el a bíróság. Pont. Ennek oka a banktitok megőrzése vesző, ugyanis a közjegyzői okirat tartalma banktitoknak minősül. Pont. Majd bekezdésbe. Ezt követően a bíróság meghozta, majd kihirdette a következő jegyzést. A bíróság a sajtó képviselője részére engedélyezi, vesző, hogy a tárgyaláson kép- és hangfelvételt készítsen, azzal vesző, hogy az elsőrendű és a másodrendű alperes képviselőinek képmását és hangfelvételét nem rögzítheti. Pont. Majd a kezdésbe. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. Pont. Majd bekezdésbe indokolás. A tárgyaláson a sajtó képviselője kép- és hangfelvétel készítésére irányuló szándékát jelentette be. Pont. A kép- és hangfelvétel készítéséhez a elsőrendű felperes hozzájárult vesző, az elsőrendű alperes képviselője vesző, valamint a másodrendű alperes képviselője nem. Pont. Majd bekezdésbe. A peres felekhez, illetve képviselőik nyilatkozatát figyelembe véve a TP 134/A szakaszának 2 és 3 bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően rendelkezett a bíróság a felvételkészítés lehetőségéről. Pont. Majd bekezdésbe. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy felvétel az készíthető, de amikor szólásra jelentkezik az alperesi képviselők valamelyikkel, akkor a felvétel készítést azt teljes mértékben meg kell szüntetni, meg kell szakítani. Amikor én beszélek, az rögzíthető, amikor a felperes beszél, az rögzíthető. Gondolom ez így érthető. Rendben. Kapcsolódóan szeretném azt a felperestől megkérdezni, hogy a banktitoknak minősülő adatok miatt a nyilvánosság kizárását ön igényli-e, van-e ilyen kérése, vagy
A banktitoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerülése ellen nincsen kifogása. A bekezdésbe elsőrendű felperes kettős pont, ezt a másodrendű felperes képviselőjeként is nyilatkozza? Igen. A másodrendű felperes képviseletében eljárva is nyilatkozom úgy vesző, hogy banktitokra tekintettel a nyilvánosság kizárását igénylem vesző, a banktitoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerülése ellen kifogásom nincsen pont. A bekezdésbe ezt követően a bíróság meghozta, majd kihirdette a következő római kettő számú végzést. A bíróság a nyilvánosság kizárása iránt előterjesztett kérelmet elutasítja. Pont. A bekezdésbe a végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. Pont. A bekezdésbe indokolás. A másodrendű alperes képviselője nyilvánosság kizárása iránt terjesztett elő kérelmet vesző, melyet azzal indokolt vesző, hogy a pertárgyáló szolgáló közjegyzői okirat tartalma banktitoknak minősül. Pont. Új bekezdésbe a elsőrendű felperes vesző a másodrendű felperes nevében is nyilatkozva azt közölte vesző, hogy a banktitoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerülése ellen kifogása nincsen. Pont újrakezdésben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 227-es, tehát CC és 2030, tehát 3XVII törvény 160. szakaszának egybekezdése arról rendelkezik vesző, hogy banktitok minden olyan vesző, az egyes ügyfelektől a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tényvesző, információ vesző, megoldás vagy adat vesző, amely ügyfél személyére, vesző adataira, vesző vagyoni helyzetére, vesző üzleti tevékenységére, vesző gazdálkodására, vesző tulajdonosi, vesző üzleti kapcsolataira, vesző valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, vesző forgalmára, vesző továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. Pont. Új bekezdésben a jogszabályi definícióból következik az vesző, hogy az ügyfélre vonatkozó adatok azok vesző, amelyek banktitoknak minősülnek. Pont. Új bekezdésben az ügyfélnek minősülő peres fél a per során a banktitoknak minősülő adatok esetleges nyilvánosságra kerülése ellen nem tiltakozott vesző. Ennek megfelelően a titokkal rendelkezni jogosult személy hozzájárulása megadottnak minősül vesző. Ebből azt következik vesző, hogy a nyilvánosság kizárására indok nincsen. Pont. A bekezdésben mindezek alapján a bíróság a TP 5. szakaszának második bekezdése szerint rendelkezett. Pont. Új bekezdésben. Ezt követően bíró ismerteti az előző tárgyalás óta 8-tól 17 sorszám alatt keletkezett iratokat. Pont. Új bekezdésben. Az előzetes eljárást követően annyi történt, hogy mi határnapot kellett kitűzni a tárgyalásunk megbeszélthez képest. 9-es sorszám alatt a felperesi oldal részéről nyilatkozattételre került sor, amely egyrészt a beavatkozási napi kérelemre vonatkozott, illetve ezen túlmenően a perfeljegyzés elrendelése iránti kérelemhez tartozóan jelölte meg azt, hogy melyik ingatlanhoz kapcsolódóan kéri a perfeljegyzésnek az elrendelését. Ezt követően 10-es sorszám alatt a bíróság a penfeljegyzés iránti kérelem elutasításával rendelkezett, amely végzés ellen 11-es sorszám alatt a felperesi oldal fellebbezést terjesztett elő. A fellebbezéshez kapcsolódóan a bíróság nyilatkozattételre felhívta az alpereseket, illetve mivel a fellebbezés maga az ideiglenes intézkedésre vonatkozó szabályok
korra vonatkozó jogszabályi megjelölést is tartalmazott, de ezért e körben nyilatkozott tételre felhívta a felperesi oldalt is. 13 sorszám alatt a első rendű alperes nyilatkozott arról, hogy a felhelyezés tárgyában hozott végzés helybenhagyását kéri. 14-es sorszám alatt pedig a felperesi oldal nyilatkozott arról, hogy egy ideiglenes intézkedéssel kéri a beindítás tényének a feljegyzését. Ezt követően a bíróság a beavatkozás iránti kérelem tárgyában hozott határozatot a beavatkozás elutasításáról rendelkezett, illetve az ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelemhez kapcsolódóan adott felhívást az alpereseknek, hogy az erre vonatkozó vonatkozatokat észrevételüket terjesszék. Az elsőrendű alperes terjesztett elő erre nézve nyilatkozatot, ebben gyakorlatilag a kérelem elutasítását terjesztette elő. És végül a mai napon 17-es sorszám alatt került arra sor, hogy utóbbinak érkezett a bírósághoz, ami tartalmilag azt foglalja magában, hogy a jelen per elsőrendű felperese felperesként keresetet terjeszt elő, amelyben alperesként megjelöli a debreceni törvényszéket, valamint a jelen ügyben eljáró bírót, és ebben a kereset levélben gyakorlatilag a személyhez fűződő jogok megsértéséhez kapcsolódóan kerül sor igény érvényesítésre, tehát a kereset levél címzettje is a debreceni törvényszék. Tehát jelen per tárgyához ez a beadvány szorosan nem kapcsolódik. Nos. Ennyi történt az előző tárgyalás óta. Az első rendű felperest kérdezem, hogy a keresetről hogyan nyilatkozik, fenntartja, módosítani, egy kizárási indítványt beadni, mivel elvették tőlem azt a lehetőséget, hogy a tempópárt képviseljen, és nincsen képviselni. Értem, csak először a keresetről kellene nyilatkozni, de az előterjeszt a keresetet fenntartja, majd módosítani kíván rajta. Hát fenntartom, persze. A bekezdésben első rendű felperes kettős pont, a keresetet fenntartom változatlanul. Pont. A bekezdésben, igen, és miről kíván nyilatkozni? Az eljáró bíró személyével szemben elfogultságot kíván bejelenteni. Igen, igen. Az elfogultságnak a oka, ön szerint? Köszönöm a segítségem. A tempópárt volt a segítségem, ők segítettek nekem. És ebből a döntésből ön arra a következtetésre jut, hogy az eljáró bírótól az ügy elfogadott elbírálása rendelkezik. És egy A-pontos kizárási indítványt megléptette az a kereset, amit... Igen, már feladtam postán is, meg beadtam. De ezt most én visszaadhatom, ugye? Mert igen, igen. Akkor én ezt visszaadom, jó? Parancsolni. Igen, az van. Na már most. Amit itt jogszabályi helyként megjelölnek, ez a 13 szakasz egybekezdés alapontja a polgári berendtartásnak, ez azt tartalmazza, hogy
az ügy elintézésünkből ki van zárva, és abban a bíró nem vehet részt, a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, aki a per tárgyát egészen vagy részben a maga részére követeli, vagy akinek jogaira vagy kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet. Tehát az, amit a szöveges rész tartalmaz, hogy nem várható el az elfogulatlan eljárás, az a megjelölt jogszabályhelynek az E pontjában szereplő megjelölés. Tehát az nem járhat el az ügyben, akitől az ügynek a tárgyilagos megítélése egyik okból nem várható. Csak én itt ellentmondást érzek. Hát, ebben a perben, ahol önök a felperesek, valperesek meg hát a képviselők ott foglalnak helyet, én félként nem veszek részt, és ennek a pernek a kihatása az én jogaimra, kötelezettségeimre kihatása nincsen. Azt mondja változatlanul, hogy az A pont alapján is fenntartja az elfogultságot. Jó. Majd bekezdésre. Első rendben felperesse kettős pont. És akkor nem is az én személyemmel szemben jelenben, hanem az egész járásbírósággal szemben? Rendő, felperes kettős pont, ezen túlmenően az eljáró bíróval vesz, illetve a debreceni járásbírósággal szemben kizárási indítványt terjesztek elő, vesz ennek ezt a okiratba foglalt nyilatkozatot a bíróság részére csatolom. Pont, hogy bekezdésbe. Bíró az iratot 18 per F per 1 szám alatt szerelő az iratokhoz és ismerteti, tesz ő, annak mások példányát a tárgyaláson átadja az alperesi képviselők részére pont bekezdésben. Tehát kizárási indítvány, elsőrendű felperes, illetve a másodrendű alperes képviselő, a kizárási indítványt terjesztek elő, debreceni járás bírósággal, annak elnökével, valamint az eljáró bíróval szemben, jogszabályi hivatkozásként a polgári perelhatár 13. szakasza egy bekezdésének a pontja jelenik meg. Ennek az indoka pedig az, hogy az eljáró bíró a Tempó Párt és Borbély József beavatkozási iránti kérelmét elutasította, nagyon veszélyeztette ezzel a fenyegetési esélyeinek és nullára csökkentette a jogerőfi egyenlőségemet, mivel azon pártársainak perében, ahol a bíróság megengedte a beavatkozást, rendre a bankokat magasztaló ítélet született. Ezzel a döntésével a bíróság teljes körülmény elé tartta elfogultságának, ezért tőle a pártadon eljárás biztosítása nem látható el. A fentiek miatt személyiségi jogai megsértése miatt a mellékeletlen csapat keresett levelet nyújtottam be a Debreceni törvényszékkel, Debreceni járás bíróság okán, és Dr. Ambrus Zoltán eljáró bíróval szemben információi vannak továbbá. A Debreceni járás bírósággal kapcsolatosan arra vonatkozom, hogy amíg a jelen perhez hasonló perekben a pénzügyi cégek viselt dolgaival kapcsolatban a cégek képviselőit, illetve a tulajdonosít, addig a lakossággal és a kis vállalkozókkal szemben kvázi redualziót alkalmaznak, minden esetben magasztalják őket a perekben, a multikkal, faktor cégekkel és üzemekkel szemben. Ezért a debreceni járás bírósággal nem várható az elfogulatlan eljárás. Értem, valamit még kérem most ebben? Nem. Jó. Esetlenül a társadalmi szél.